Szép napot kívánok, én Atusz vagyok, és ma egy kicsit a vallásokról szeretnék beszélgetni. No, nem kell megijedni, senkit sem szeretnék hittéríteni, a szokásos módon csak is a DND kapcsán fogjuk megközelíteni a témát. Mint az biztosan tudjátok, a dn n belül az isteneknek komoly szerepe van. Nem csak azért, mert ezek a mindenek felett álló entitások aktívan beleszólnak a halandók életébe, és közel kézzel fogható teremtmények, akikkel a kalandorok akár találkozhatnak is valamilyen formában az epikus küldetéseik során, de azért is, mert sokszor ezek az istenségek a meghajtó erőik a papok és paplovagok varázslatainak. Ettől függetlenül egy kalandornak nem kell papnak vagy paplóagnak lennie ahhoz, hogy egy-egy isten tiszteljen. Mivel a vallás a DND világainak többségét menthetetlenül átjárja, és az Istenek létezése bizonyítható tényként van kezelve, így a legtöbben bizony követik valamelyiküket. Legyen szó akár olyan aktív vallásosságról, mint a rendszeres ima és áldozatmutatás, vagy az olyan egyszerű megnyilvánulásokról, mint valamelyik istenség nevében káromkodni egyet egy szerencsétlen szituációban. Azonban ahány világ, annyi istenség. Csak a Players Handbookon belül négy setting istenrendszere található meg, ezek pedig a Forgotten Realms, Greyhawk, az Eberron és a Dragonlance. Kiegészítésképpen pedig megemlíti a mi világunkban létező rendszereket is, például az egyiptomi istenek sorát vagy a kelta isteneket. Mindet megtanulni felesleges, hiszen a való világban is egy adott isten követője nem feltétlenül tud túl sok mindent a többi istenről. Pár mesét hallhatott róluk gyerekként, esetleg csak névről ismerheti őket, de lehet még arról sem. Ezért sokszor a mesélők tökéletesen megelégednek azzal, ha csak a táblázatból rábökünk valamelyik felsőbb hatalom nevére, kijelentve, hogy őt szeretnénk követni, elolvassuk a két-három szavas ismertetőt, hogy pontosan mit is testesít meg a követett istenünk, és onnantól kezdve az egész hittel kapcsolatos mizéria háttérbe szorulhat, hogy teret engedjen a játék mechanikai részének. Viszont, ha szeretnéd akár játékosként, akár mesélőként kicsit magasabb fokra emelni a témával kapcsolatos ismerettségedet, akkor ennek az igényednek itt most megpróbálok eleget tenni. Mivel az ötödik kiadás Ferunra fókuszál leginkább, és a kartpartra, így első körben az elfeledett birodalmak világával fogunk foglalkozni. A manétor. Az örök nap őrzője, a törvény fénye, a sárga isten. Gyakran a szerződéseket és hivatalos okiratokat a manétor napot ábrázoló pecsétjével látják el, ezzel is jelezve azok érvényességét. Ha igazán kedvezni akarnak az Istennek, az esküket, törvények kiáltását és fontos aláírásokat a ragyogó nap fénye alatt végzik el. Ez a szokás olyan szinten beépült az emberek minden mindennapjaiba, hogy amikor fontos ügyeket intéznek vagy üzleteket kötnek, sokszor megvárják, míg elhalad a felhő, ami eltakarja a napot. Úgy tartják, hogy sokszor halt meg és született túlja ez az Isten, és akár csak a nap egy hosszantartó sötét éjszaka után, ha ő el is távozna a sötétség birodalmába, előbb-utóbb ragyogó tekintete újra rávetül a világra. Zord és engesztelhetetlen istenségnek tartják, csak a mennyei rend, a betartott ígéretek és a törvények uralma érdekli. A parasztok és az utazók leggyakrabban akkor imádkoznak hozzá, amikor esőért vagy napos időért fohászkodnak. Az A kilencedik ura, a ketté tört, az öreg pata és szarv. Ő a kilenc pokol ördögeinek ura és vezére, legalábbis a legtöbb ember, törp és elf így hiszi. Úgy tartják, hogy amikor egy eltávozott lélek a limbóban várakozik arra, hogy egy isten magával vigye a megfelelő túlvilágra, ördögök közelítik meg a lelket, hatalmas erőt és vége örömöket kínálva neki. A léleknek csak annyi a dolga, hogy megtegye az első lépést a kilenc pokolba vezető létrán, azok, akik Azmodeusz követik, általában szeretnek a saját sorsuk kovácsává válni, és úgy élni az életüket, hogy a limbóban felhívhassák magukra a figyelmet, és észrevegyék őket a démonok. Azok, akik nem annyira fanatikusak, lehet, hogy annak a reményében követik Azmodeuszt, hogy a túlvilági büntetésüket elodázzák, vagy a limbóban való évszázados várakozásokat megkönnyítsék. A világban ritkán felelhetők az Asmodeuszhoz szímzett szentélyek, de sokan felvették azt a szokást, hogy a bűneikért Asmodeusztól kérnek megbocsátást vagy haladékot. Mivel úgy tartják, mindig megadja azt, amit kérnek tőle, gyakori, hogy a földi örömökért és egyéb elterelésekért is ő hozzá fohászkodnak. Ennek azonban ára lesz a halál után. Auril A fagyhajadon, a fagycsókhölgy, hölgy, a jéghajnal. Ő a hidegnek és a télnek könyörtelen istennője. Legtöbbször azokon a területeken tisztelik, amikre nagy hatással vannak a keménytelek. Az őt követő papok mindig ügyelnek arra, hogy időben figyelmeztessék az embereket a tél közelettére, és segítkezzenek a készletek feltöltésében is. Ettől függetlenül igencsak kevesen kedvelik őt, leginkább azok, akik a télből élnek meg, vagy csak szeretik az évszakot. Az a néhány papi sokszor kirekesztettként, cölibátus fogadva éli minden napját. Luskán városában található egy neki szentelt templom, a télpalota, egy tető nélküli fehér kőből faragott templom torony oszlopokkal és boltívekkel. Rituálé gyanánt jeget szoktak rakni az öltözet alá, majd a városban szétszórt, Aurielnek szentelt, hat oszlopot megvászak el úgymond megcsókolni a hölgyet. Ez a nedves parádén a gúnyolt istentisztelet gyakran csapát őrült futóversenybe, ahol a csúszás és a fagyás veszély komoly rizikófaktor. Viszont azok, akik befejezik ezt a versenyt, egész tére étel és italellátást kapnak a helyiektől, mondván áldozatukkal könnyebbé tették a telet. Azut. A magasságos, a varázslás nagyúrja, az első mester. A varázslókon kívül ritkán mutat bárki más áldozatot az Azonban neki ő az, ami megtestesít mindent, ami a varázslók számára kedves. Amíg Misra a varázslat istennője, Ogma a tudás istene, de ne ér pedig az írásé és a nyelvé, addig azút ezeknek az általános területeknek bizonyos aspektusait foglalja magába, és fókuszálja a varázslókra. Például, amíg Misra a varázslat művészi, lelki és csodálatos oldalát jelképezi, addig azut a varázslók hosszú órákon át tartó gyakorlásának és tintafoltos, írástól görcsbe rándult újainak istene. Főként akkor emlegetik a mágusok az utat, amikor varázsszövegeket írnak, rituálékra készülnek, vagy éppen egy új varázslatot próbálnak memorizálni, vagy akár elsütni. Ennek legegyszerűbb megnyilvánulása az út szent szimbólumának utánzása, a bal kézen lévő mutató új ég felé nyújtása. Neki szentelt templomok, vagy elkötelezett papok nagyon ritkák, még a mágia központjainál is csak elvétve akad egy-egy szentély, azok is gyakran kimerülnek egy kis szobrocskában, amit egy misztrának szentelt hely egyik sarkába helyeztek. Bane. A fekete kéz a sötétség lordja. Egyszerű felfogása van Bane-nek. Az erőseknek nem csak, hogy jogukban áll, de kötelességük is a gyengék fölött uralkodniuk. Ha egy zsarnoknak lehetősége van uralma alá hajtani a népet, meg is kell tennie azt, és nem is csak azért, hogy ez a zsarnok előnyére váljon, de mindazok számára is, akik fölött uralkodik. Ha egy uralkodó a korrupció, a hanyagság vagy a gyengeség áldozatává válik, akkor egy másik, erősebb személynek kell felemelkednie. Bane sok legendában gonoszként állítják be. A korok során sokszor azok, akik őt követték, sötét tetteket hajtottak végre a nevében, de ettől függetlenül a legtöbb ember nem rossz indulatból tiszteli Bényt. Bén az ambíciót és a kontrollt személyesíti meg. Úgy tartják, hogy azoknak kedvez, akik bátorságot tanúsítanak, uralkodók akarnak lenni, királyságokat kívánnak alkotni a vadomból és törvényt hozni oda, ahol nincsen sok helyen Bane követői megmentőként szerepelnek, ha banditák lemészárlásáról vagy korrupt uralkodók megdöntéséről van szó, de ugyanezzel a lendülettel más helyeken pont, hogy a könyörtelen diktatúrát éltetik, vagy rabszolgaságot vezetnek be ott, ahol korábban nem volt. Besaba. A bal szerencse szolgálója, a végzett asszonya, Fekete Besz. Ő Timor szöges ellentéte, és legalább olyan gyakran emlegetik a hétköznapi életben, mint a sokkal inkább jóindulatúbb nővérét, kegyetlen és szeszélyes istennőként van számon tartva, akivel nem árt jóban lenni, ha nem akarja az ember rossz értelemben magára felhívni a figyelmet. Besaba nevét legtöbbször akkor hozzák fel, ha valakit bal szerencsér, ami lehet akár olyan apróság, mint a kislábújunk beütése, vagy olyan komoly, mint valakinek a tragikus halála. Akkor is hozzá fohászkodnak, ha valaki valami olyasmit szeretne csinálni, amiben a bal szerencse sokkal nagyobb szerepet játszhat, mint a jó szerencse. Például egy kocka játék során inkább Timorától kérnek jó szerencsét a dobáshoz, de egy rozoga a függő híd átjutásánál besabát kérik, hogy maradjon egybe a híd. A köznép gyakran a szent szimbólumát, az agancsot azzal jelképezik, hogy hüvelykújjukat összeakasztják, többi ujjaikat pedig széttárják, ezzel tisztelegve az istennő előtt. Ha ugyanezt a kézilet a fejhez emeli valaki, és egy másik ember felé fordul, akkor ezzel a rossz indulatú kívánságokat is lehet jelezni az egyén irányába. Sok druida követi Besabát, mivel az első kör tagjaként tartják számon. Ők fekete ruhákba öltözve és vérbe mártott tagancsokat magukra aggatva táncolnak a tiszteletéért. Bár a legtöbb élő, de még a halott lélek is retteg attól, hogy Besaba megjelenjen egy eseményen, fontos ceremóniák vagy rendezvények nyitóbeszédjén formálisan meginvitálják őt is. Ha ezt nem tennék meg, a hiedelem szerint megsértődhet, bosszúból pedig bal szerencsét hoz mindazokra, akik jelen voltak az adott eseményen. Besabának szentelt templomok gyakorlatilag nem léteznek, néha emelnek egy-egy felakasztott akancsal egy emlékhelyet, útmenti balesetek vagy gyilkosságok helyszínén. Városokban, ahol a gyilkosságok gyakoriak, az agancs viszont ritkábban fordul elő, szénnel egy közeli falra rajzolják fel a szimbólumot, amit előbb-utóbb eltüntet az időjárás. Ezek a kegyhelyek figyelmeztető jelzések, hogy az arra járó bal szerencsével áldott területre tévedt. Formálisabb szentélyek is léteznek, amiket vörösre festett kövekből emelnek és egészítenek ki egy agancsal. Céljuk a bal szerencse távol vörös varázslói gyakran emelnek el hasonló műveket a rituális kamráik közelében, remélve, hogy ezzel a szerencsétlen eseményeknek elejét vehetik. Kevesen fogadják el besabált pártfogójukként, és annak a néhány papnak az életét is hatalmas bal szerencse befolyásolta, céljuk pedig, hogy másokat ettől megóvjanak, vagy éppen megálljanak vele néhány arra rászolgált egyént. Bál. A gyilkosság fejedelme. Ferrun népe nem igazán imádkozik Bálhoz, vagy ismeri előtt. Végtelenül gonosz és romboló hatású istenként tekintenek rá, aki éhezik a halálra. Ez alatt bármilyen értelmes élet törvénytelen kioltását értve. Néhányan akkor imádkoznak hozzá, ha a gyilkosságot szeretnének elkövetni. Megeshet, hogy valaki azért folyamodik hozzá, mert egy igazságtalanságot képtelen törvényes módon megtorolni, de sokszor inkább önzésből és féltékenységből vagy haragból kívánnak ölni azok, akik hozzá imádkoznak. Nagyon ritkán fogadják bát pártfogónak, maximum bérgyilkosok vagy megrögzött gyilkosok. Az őt követő papok sokszor mindkét kategóriába beletartoznak. Volt rá példa, hogy bát tisztelő gyilkos kultuszok jöttek létre a múltban, amiket egy-egy karizmatikus vezető tartott össze, de ezen felül nem létezik a gyilkosság fejedelmének tiszteletére létrehozott szervezett egyház emiatt a neki szentelt templomok és kegyhelyek is ritkák. Ha mégis látni ilyen kegyhelyet, azt általában egy sikeres gyilkosság meghálálása gyanánt emelik, és legtöbbször egy levágott fejből és az azt körülvevő vércseppekből áll, gyakran pont a legyilkolt áldozatot felhasználva alapanyagként. Ezzel a kellemes istenséggel fejezném be mára. Természetesen ez még nem merítette ki a listánkat, sokan mások várják a sorukat, hogy meg legyenek említve az elkövetkező részekben. Remélem tudtam új információkkal szolgálni, és hasznosnak találtátok a videót. Viszont beszélgessünk is! Az elhangzottak közül melyik Isten szolgálatába állnátok szívesen, és miért? Volt olyan karakteretek, akit tisztelte valamelyiküket? Ha pedig bármi észrevételetek, vagy ötletetek lenne, azt is szívesen fogadom egy komment formájában. Minden esetre én köszöntem a figyelmet, találkozunk legközelebb, de addig is, sziasztok!